it could be the Sun Queen. Himiko, are you sure you're not channeling Sam, Dr. Whitman? Well, there's no doubt. Üdvözlök mindenkit a Tomb Raider végigjátszás videóm következő epizódjában. Akik már velem tartottak az elmúlt videókban, azok már biztosan tudják, hogy mi történt. Akik csak most csatlakoznak be, azoknak röviden. Az elmúlt videókban partra vetődtünk, találtunk egy íjat, bőrigáztunk, farkasokkal csatáztunk, és találtunk egy nagyon érdekes kis célszerszámot is, és most bejutottunk egy régi templomba, ami valószínűleg az Imiko nevezetű uralkodó nőnek volt szentelve még valamikoron, és most kedves kompániánkat, egy professzor urat kísérünk el ennek a feltárásába. Na, most, hogy sikerült mindenkit update-elnem, de hogyha kíváncsiak vagytok, nyugodtan nézzétek meg a korábbi videókat is, folytatjuk a kalandokat a templomnak a feltárásánál. Na, követjük a professzor urat. Lara nagyon érdeklődő. Jó van, már jövök. Közben beesteledett. Egy ősi templomban járunk éppen. Jó, van, jövök. Na, és ott van egy szentély is. It is Himiko. But look, the bowl, the candles. Why is she still being worshipped? This island, it must have once been part of Yamatai. Na, úgy tűnik, hogy ezt a Imiko nevezetű uralkodó őt még mind a mai napig istenítik. We're not standing on a myth. We're standing on a gold mine. Come, quickly, your friends are hurt. Probably by them. Valószínűleg megjöttek a hívők. Ó, az indiánus. I don't want any trouble. No. We'll come. No. But I insist that afterwards you take us to whoever's in charge. What are you doing? Be quiet. No. I'm handling this. Ez az, add meg magad, hátra megrépelik a feneked. Mondtam én, rossz arcokról lesz itt szó. Just go along with them, Lara. Do whatever they say. Ez az. Én elviszem a balhét, te meg jól el vagy. Who are you people? What do you want with us? Na, itt problémák lesznek. Kezdj egy lost feeling jelenni a játéknak. Egyre többen vannak ezen a szigeten lassan. Ajaj, friss hús, mi? Ah, nem tököl az üb se. Na most ez kellett? Jó van, itt várok, amíg visszajössz és megerőszakolsz, persze. Na, ezt csak úgy itt hagynak. Na, cover. Gyorsan nézzük meg. Na, szerencsétlen. Na, ennek annyi. Oh. Hát nem voltam túl hosszú életű. Na, még egyszer. Na, szóval fedezékbe kell vonulni. Jönnek a szatírok. Jó, hát kikerüljük. Majd erre. Itt ég minden. Miért ne gyújtsák fel a több száz éve itt lévő épületeket végül is? Na, itt erre kerülünk. Hop, erre nem. Hű, hát itt nem szaroznak. Na jól van, akkor átszázás bekapcsolni. Ó, az ott forduljon el. Megyünk. Jó. Te ne is figyeljetek rám, nem csak semmi. Jó, itt gyorsan tovább.
erre. Hogy, hogy, nem vettek észre? Hopp, 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 még egy valaki ott közeledik. Na, most itt a lehetőség. Föl, föl, föl. Hopp, hopp, előttünk probléma. Na, hát elég olcsó itt az ember élet. Talán most így oda be. Jó. Máriska. Itt az orosz csávó. Nem látott meg, nem látott meg, de meglátott. Ajjaj. Jó van, jövök. Nem is, nem akarok bajt. Na, jajjaj. Anyád. Quick time eventek. Ujj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 
Azaz, a fegyver most gyorsan... Ah, nem is tartott sokáig az a kötél. Ops, tököllövés, nem sok hatása volt. Aja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 j
A lövés szerencsére senki sem hallotta. És már megint csuromvéresek vagyunk. Így jár az, aki kislányokat molesztál. Na, ez kicsit jobban megviselt minket, mint az őz megölése, bár ki tudja. Elég drámai pillanat. De megvan az íjunk. Jó, és most már kezdhetünk veszélyesek lenni. És most már fegyverünk is van. Aj, nagyszerű, nagyszerű. Csak lőszerünk nincs. Nem baj. Az íj az jó lesz. Na, nézzük meg, hogy merre itt, merre tovább. Erre biztos nem. Jó. Minden ég. Cseppet sem tisztelik a régi idők hagyatékait. Hopp, itt vannak előre. Újabb átvezető jelenet. Hulla. Hopp. Lőszer. Így. Valaki lő. Lebukás. Ó, ha célozni tudné. Bújj elő! Nem bántalak. Reload. Headshot. Jó, hát biztos ezt ügyesebben is meg lehet oldani. Jó, azért a hullákat itt is tudjuk lootolni. Azt hiszem maradok a nyílnál, mert az egy kicsit ügyesebb vagyok. Talán. Jól van. Itt nagyon nincs semmi erre. Akkor arra fele kell tovább menni. A célszerszám bevetésen. Hát
azok zokszó nélkül rám gyújtották a házat. Meg jó, hogy van hátsó kijárat. Csodálatos látkép. Közben itt ég minden. Na jó, eltűnök, miért még rám szakad itt az egész. Lőszeres ládika. Erre nincs semmi. Nyilvesszők. Felszerelés. Na. Silent kill. Ez fájni fog, haver. Na, igazi kis predátorok lettünk most már. Jó. Na, itt felfele. Na, most már semmi sem lesz biztonságban előlünk. Rólunk beszélgetnek. Ők már biztos régebb óta itt vannak. New recruit, ezt new recruit. Dohányzás káros az egészségre. Ez történt. Létra! Persze, minden oké. Ezt a kislányok molesztálásáért. Ez az, mindenki tele van holmikkal. Na, másszunk. Lara, are you there? Yes. I can see smoke coming from the old ruins. Are you okay? Oh God, Ross, I'm in trouble. They're killing people. Na, még szép, hogy füstöt láthatik, ez az egész kócerá ég. I don't know why. I had to kill some of them. I had no choice. That can't have been easy. Hát vagy én, vagy ők. It's scary just how easy it was. You've got to warn the others, Ross. Don't worry about them right now. You just do whatever it takes to get to me, Lana. I'll try. Na, ez a kapitány haverunk lesz, akit megpróbálunk megkeresni. Közben gyűjtünk, amit lehet. Ha, és onnan lentről jöttünk. Na, igazi kis túlélők vagyunk már. Na, megint találtunk egy GPS-t. Ez egy másik. Aztán minden régiónak külön GPS hordozói lesznek. Meg lehet találni. Jó. Fullon vagyunk. Tábortűz. Azt majd mindjárt elmentjük a játékot. Előtte még körbenézek. Na, itt van valami. Egy napló megint. Ez Matyinak a naplója, akivel az előző előtti részben találkoztunk, Sam barátunkkal. Na, itt arról mesél nekünk ez a történet, hogy akik korábban idevetődtek, még 82-ben, azok megpróbálták többször elhagyni a szigetet, de valamiért mindig visszakerültek a szigetre, vagy belefulladtak a vízbe, mint hogyha a sziget nem akarna elereszteni őket. És ez a Matthias nevezetű úriember talált valami más módot arra, hogy megoldja a helyzetet. Na, haladjunk. Ó, vizesek lettünk.
közben itt lángok felcsapnak minden itt. Mentsünk egy gyorsat. Még nem tudunk upgrade-elni semmit. De most már a fegyvert is lehet. Illetve most már kaptunk egy Fast Travel nevezetű lehetőséget, és ahogy nézem, itt a korábbi táborhelyek között válthatunk. Most épp itt vagyok, és itt lesz majd egy... Na, ez nem is rossz. Na, de haladjunk tovább. Hát egy zuhany megint nem ártana nekünk. Aha, lőjünk egy elterelőt. Megnéz körül. És foglalkozz velem. Szívem, ahogy kell. Na, újabb upgrade-ek érhetőek el. Arrafele. Növény. Az még mindig nem tudom, mire lesz jó, de valamire csak jó lesz. Kajás doboz. És itt van még egy ilyen kis GPS. Jó, menjünk tovább fölfele. Ha? Erre fel van valami? Semmi. Ha csak... Ez a lámpa. Na, itt már lámpákat lődözgethetünk. Franco. Van itt kihívás bőven. Nézzük hát, ha be tudunk gyújtani valamit, és akkor... Bejutni, azt nem lehet. Ott fönt sem. Habár ott, mintha lenne egy rés. Aha, aha. A másik oldalt kéne bejutni. Ah, csak a szememet szúrta ki. Csak ilyen szemetet találunk mindig. Na, nem baj. Legyünk leleményesek. Nem csak ott. Na, megy ez, megy ez. Lelövöm azt a lámpát. Ó, ég itt minden. És itt elalszik végül is. Ó. Lopakodni kell vajon? Már mondjuk mindenkit lelövök, úgyhogy nem fogok én itt tökölni. Stealth kill. Na, ezt megnézzük. Ó, van itt kommandó. Ninja. Egész gyorsan belejött a kis cserzöldöklésbe, úgyhogy nem kell félteni. Közben itt ég minden. Menjünk fölfele. Fent is lesznek emberek. Te ott nem akarsz semmit. Te se! Ajaj.
megsérültünk. Valahogy át kéne itt jutni. Van valami. Na mindegy, haladjunk. Nagy lendület! Hop, hop, hop. És... ugrás! Jó, hát nem... nem bánunk túl kegyessel az épületekkel, ahogy nézem. Felgyullad, kigyullad, leég. Közben hullanak az emberek, mint a legyek. Kéne tüzet találni. Valahonnan. Ég itt már a félsziget, de én meg nem találok tüzet. Egy lámpa, talán. Ja, de ez nem. Volt itt valahol egy mécses, nem? Dobozka. Lássuk, milyen új tárgy van benne. Egy ilyen, egy legyező. Nagyszerű. Ja, ott van lenne egy mécses. Oh. Elég érdekes, hogy nincsen életcsik, vagy bármi hasonló, így... ahogy észrevettem, egy bizonyos mennyiségű sérülést azt túlélünk, de azon túl viszont instant halál. Bár már így is sokkal szívósabb Lara, mint volt bármikor. Vagy mint ahogy egy normális ember elviselne. Jóval több fájdalmat meg egyebet bírunk. Aha, és ez a fölött van, ahol kijöttünk. Itt is van egy doboz. És közben szereztünk egy újabb skill pontot. Na, ez valami szamuráj kellék volt, amivel parancsokat osztogatták. Aha, és akkor ott jöttünk föl. Jó, akkor a másik irány. Vízesés. A vízesések mögött minden Tomb Raider játékban volt valami titkos dolog mindig is. Oh. Oké, és... fölfele. Ja, nem. Meg tudjuk csinálni. Na. Ismét egy kis klausztrofóbiásoknak kellemetlen rész következik. Ops, ez csúszik, és az eső is megint esik. Na de haladjunk. Közben itt omlik ránk a szikla is. De legalább a vért azt nem most rólunk. És fölértünk a csúcsra. Ajaj, itt megint akció lesz. Elő az nyilat. Na, ez a kapitány haverunk, és ő is egy állatbarát, ahogy nézem. Lábasz. Jól nézem, neki megsérült. Mondjuk én is beleléptem egy csapdába egy kicsit korábban, de én elég jól bírtam. Ó, ez a sebb, nem lesz hordott karom. Wolves took my food pack. The transmitter from the lifeboat's in it. If we don't get that back, we're not getting off this bloody island. You need bandits. Farkasok elvitték a rádióját. Exactly. Ezek nagyon okos farkasok lehetnek.
a vérveszteség megtette hatását. Szájból szájba lélegeztetés. Első segély tanfolyam. Mit tegyünk, ha egy nálunknak kétszer idősebb pasi, akinek farkasok széthaladták a lábát, mellettünk elájul a szakadó esőben egy lakatlan szigeten. Vonszuljuk oda a legközelebbi tűzhöz. Nézzük meg, hogy éle. És utána keressünk valami megoldást. Sok lesz itt a farkas megint. Giga meg a farkas nyomok. Nyúzd meg a prémjüket. És csinálj belőle kabátot. Farkas koma. És ahogy nézem, oda kéne felmennünk. Jól van, szerintem ezt az epizódot itt hagyjuk abba. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Hamarosan ismét jelentkezem egy újabb résszel, ahol felveszem a harcot a farkasokkal, és megpróbálok segíteni a szerencsétlenült pajtársamnak. Sziasztok!